Na jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt, szevasztok! Hétfőt! Boldog hétfőt, igen. Remélem mindenki jól van, picit hűvösebben, mint eddig, de... De csak egy ideig fog tartani ez a hűvös. Tényleg? Uh-huh. Most megint én kurva meleg lesz? Szerdától megint kurva meleg lesz. De jó, hogy megtiszteltek ezzel, annyira örülök. Kurva életben. Na mindegy. Pedig olyan jó volt ez a este hűvös, reggel hűvös. Szerintem rohadt jó volt. Hát a legjobb. Én baromira élveztem, mármint abban a szempontból mondom, hogy tényleg este én is ki tudtam ülni egy kicsit így. Igen, igen. Egész jó idő volt este is. Így lejjebb engedni a dolgokat. De szerdától állítólag megint, vagy csütörtöktől, vagy szerda, vagy csütörtöktől nagyon meleg lesz megint. Igen. Uh-huh. Na, hát majd valami, akkor vissza kell asszimilálódni a dolgokhoz. Nem tudom, hogy fog menni, majd kiderül. Hát nem egyszerű, ez tény. Állítólag valami afrikai frontot kapunk, vagy afrikai hőhullám fog elérni. Igen. Magyarországot megint. Onnan mindig jön valami szar amúgy. Valamikor a szaharai homok. Ezért rossz, amikor arról jön valami. Igen. Na, ne is mondd. Ez a homok mond. A legviccesebb. Egyszerűen nem tudom, nekem az a hihetetlen, hogy én nem tudom, hogy lehet az, hogy minden országból az van, hogy hát igen, jó idő van, minden Magyarországon lerohadt gyakorlatilag. Tehát nem tudom, hogy ez az afrikai cucit valami közvetlen vonal van. Szerintem onnan jön, Egyiptomból. Valószínűleg valami olyan van, tudod, hogy ilyen iszonyatnak, ilyen dzsidzsoridó, vagy mi az Istent így fognak, és onnan fújják ide. De még az is, hogy oké, mindenhol Magyarországon, de valahol itt a Tiszántúlnál jön ki a cső. Mm. Én néha úgy érzem, de tudom, hogy nem. Tudom, hogy nem, hanem így... bemelegszenek. Hát azért, mert ha belegondolsz, ugye felfújja ezt a meleget, meg a homokot, uh-huh. és akkor így beragad itt a Kárpát-medencébe. Igen. Hát nem tud tovább menni. Nagyok a hegyek. Mozgásról tudnék mesélni neked, de sajnos az igazság, hogy ilyen egyetemes dolog van így az elmúlt időszakban. Nem az elmúlt időszakban, az elmúlt jó néhány év, vagy vannak témák, amiket nem érinthetek már a Happy Hour-ben. Ja, igen. És ugye a levegő mozgás is alapvetően az aerodinamika alapszabályairól sem tudok beszélni, mert engem meghökkentett az elmúlt néhány nap ebből a szempontból. Na. Én azt hittem, hogy sokkal gyorsabban mozog a levegő. Uh-huh. Nem. Hmm. Úgyhogy ez van. Igen, láttam, hogy itt ez a tarotkártya lehet, hogy be fog ragadni Jani egy ideig. Na, hát ez tudom, csak hogy egy minek ideig. Köszönhető egyébként. Bármit, nem az, mert nagyon jó volt a műsor, csak nem tudom, hogy mitől ragad be. Láttam én is a műsort, igen. Srácok, sőt, én tudtam is róla, meg szóltam is róla Twitteren, hogy készüljetek fel rá, hogy durva azért, lesz. Ezt így Pisti nélkül megcsinálni, azért durva lett volna. Így a csatornán. Azért is akartam vele megbeszélni. Igen, előtt. Bár őszintén megselepődtem volna. Na jó, de azért. Egyébként ezen az egész dolgon, de hát függetlenül láttam én is, olyan jó volt egyébként, nagyon jó volt. Mondom, remélem, hogy olyan nagyon sokáig nem ragad be, de majd egy ideig még biztos, aztán biztos, majd eltűnik. Jó, hát tudom, tehát vannak dolgok, amiket 7-8 éve ragadtak be, igen. és mindig nem múltak el, de vicces volt. Jó volt, úgyhogy igen, láttam én is azt a hülyéskedtünk egyen. Jó volt. Érdekes, hogy nem hallottam azóta se erről a community-ről. Egyébként én néztem, és valaki írt. Igen. De nem negatívat, inkább csak segítő szándékkal, hogy melyik kártyát hogy kéne értelmezni. Én tudod, hogy miért is gondolkoztam azon, és nem is azon gondolkoztam rajta, hogy eszembe jutott, hogy nem mondom, remélem, hogy mondom, ez ilyen vicceken nem sértődik meg, tudod, ez az ezoterikus de társadalom. Nem, és aztán jött eszembe, hogy de hát hogy sértődne meg? Hát tudták, hogy lesz, nem? Ja, tényleg. Erre nem is gondoltam, de igazad van. Tehát amúgy. Ezt most hát gyakorlatilag, ezt előre. Gyakorlatilag tehát, hogy valaki kurva szót is szól arról, hogy ez őt mennyire megsértette, azt nem értem, hogy tehát akkor miért nem előtte szóltak neked, hogy ne csináld. Igen. Sőt, már a boltba se kellett volna eladni a nőnek. Alapvetően igen. A nagymesternek. Tehát itt van, hogy lesz-e még tarot, tehát erre mondtam, hogy remélem, hogy nem ragad be, mert gyakorlatilag, tehát értem, mit mondok, hogy így ezzel Jani fel akarta kelteni az érdeklődésed, ami ezek szerint nincs. Te csak akkor érdekli, hogy te csinálod. Ja, pedig hát ez egy nagyon nagy világ. Sokat csinálják ezt a tarotot, amúgy. Igen? Hát rengeteget. Na, hát akkor van mit nézni. És most is, tehát egyébként. Gyakorlatilag 0-24 lehet telefonálni. Igen. Egyébként meg elmondanám, hogy szerintem, hogy ez egy rettenetesen jó. Tőled nem kérdeztek, hogy nem a reklám? Nem, azt nem. Érdekes, ha a Burger Kingről beszélj, akkor kérdezi. Hát ez más, tudod. Pedig egyébként mennyi fajta kártya van, és ha meg elmennek, drágából. Jani megmutatta, milyen. Érdekes, amúgy az tarot royal kártyát. Igen. Na mindegy. Van itt ilyen Joker lap, ami bármi lehet. Nincs. Olyan nincsen, nincs. Na mindegy, érdekes volt ez. Én a műsor végén is mondtam amúgy, hogy számomra hihetetlen, hogy tehát hogy direkt egy kicsit ilyen demonstrálni is akartam azt, hogy milyen az, amikor egy pár órát látom ezeket a kártyákat, és mennyi baromságot lehet róluk mondani. Igen, tehát hogy... meg milyen deep ez az egész, nem? Tehát, hogy... Nagyon durva.
És hogy én azt akartam ezzel mondani, ebben a műsorban is, hogy akik tudod, évek óta ezt csinálják, meg mesélik ezeket a hülyeségeket, ők tényleg el tudják hitetni az emberre, hogy ez valódi. Hát tudod te is, hogy csak úgy lehet, hogyha azért benned is van valami. Persze. És nem, mert a master az bármit elhitet a picsába. Tehát az na jó, de a valamilyen szinten azért neked is hinned kell ebbe szerintem, hogy úgy igazán át tud adni. Igen. Tehát ők valamennyire biztos valamennyire, hisznek valamennyire ebben. Valamennyire kell. Olyan durva. Igen. Na mindegy, szóval érdekes egy témakör volt, de legalább ebbe is bele kóstoltunk. Én őket őszintén, tudom, hogy ez az, amire nincs szükség, de én őket azért egy szinttel magasabbra helyezem, mint a energiakristályosokat. Ja, de amúgy az a baj, Pisti, hogy a kettő együtt jár. Tudom, és sokszor. Azt is tudom, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy amíg nulla alatt vagyunk, addig milyen szinten vagyunk. Ja, ugye? De mégis, valahogy a felfogásokat, vagy a hozzáállásokat a dolgokhoz. Jó, lehet. Annyira, lehet egy fokkal nem. Jobb. De azért a kettő együtt jár, az orgon ágyúval ezek nyomatják ugyanúgy a tarotot. Ó, egészen biztos vagyok benne. Az volt így az alapja. Persze. Igen. De köszi a visszajelzéseket, srácok, meg mindent. Úgy Twitteren próbáltam követni, hogy mégis ki mit szólt hozzá, vagy hogy tetszett. Én azt láttam, hogy gyakorlatilag mostanában minden ilyen dolog azért óriásit megy. Ja, az ilyen, ami kicsit így kilép. Nem, azok a tartalmak, amikre alapvetően azt mondanák az emberek, hogy tudod, ez nem baromság? Az a... Aha, hogy ez, ja. Hogy tudod, ilyen trash tartalom, meg szerintem... ezek most mocskosul mennek. Kicsit ellentétesnek érzem ezt a dolgot, de... De amúgy szerintem azért megy ez ilyen nagyot sok esetben, mert tényleg az van, hogy teljesen más, mint amit megszoktak tőlünk. Tudom, én ennyi. Tudom. Ezért biztos vagy benne. Tehát nyilvánvalóan ezt tudjuk, csak akkor is olyan vicces volt. Majd nem is kábézzad, de talán mit tudom én, te a levélből megtanulhatnál jósolni, arra kíváncsi lennék arra a technikára. Vagy palacsintából, mert ugye valaki abban is tud. Palacsintából? Persze, hogy ég rá tudod a minta. Más és más. Valaki tudod, valakinek kellene ki a Jézus a palacsintában. Ugye ez nem két különböző dolog? Lehet amúgy. Oké. De biztos, hogy abban is lehet. Bármiből lehet. Oké. Hogy Wopperből nem lehet jósolni, de lehet jósolni Wopperből, és egyébként csak ki kell egy hashtag szponzor. Így van. És akkor lehet. Wopperből sorsolni. Igen. Vagy a Wrapből, tudjátok, hány salátalevél van? Hogyan állnak benne a darabok? Igen. De jó, mindegy, hagyjuk. Igen. Túl lehet ezt tolni. Volt pár ilyen érdekes, viszonylag szomorú hír a hétvégén, de én ezekben annyira nem szeretnék belemenni, mert úgy láttam, hogy a kedv az magasabban van ennél, úgyhogy majd ezekről esetleg a hét egy másik napján beszélünk. A legnagyobb téma, így majd kitérünk más dolgokra is, csak most így átkötésnek a tarotból, legyen egy olyan szegvély, hogy ki gondolta volna, na. Hogy biztosan olvastad te is, hogy ugye tovább megy ez a szeizmikus pingpong Elon Musk és a Twitter között. Ja, igen. És ugye kihátrált ugye gyakorlatilag a vásárlásból Elon Musk. Na most egy nagyon érdekes logikai kapcsolatot lehet megfigyelni ebbe a dologban, mert ugye itt vannak kárgók, egyik vannak kárgók másik oldalon, hogy tudtuk, hogy sose eszi meg nem tudom, és a többi. Elég durva, mert most ugye a Twitter visszaperel. Igen. Hogy ugye ezt, tehát hogy megegyeztek, és ugye említettem a kiskapu, amit hagyott, az nem feltétlenül jogerős magának. Na most ugye az a logikai kapcsolata nagyon érdekes, hogy nem igazán gondolták, tehát hogy a legtöbben nem gondolták azt, hogy Elon Musk meg akarja venni a Twittert. Hanem hogy az egész 200-ikus tactics, nyilván itt attól függ, kit kérdezel, de alapvetően mondom, a logikai kapocs az, hogy Elon Musknak ajánlatot kellett tennie, be kell bizonyítani, hogy ki tudja fizetni, és meg kellett írni egy adásvételi szerződést nagyon csúnyán mondva, ahhoz, hogy belelássanak a Twitter rendszerbe, és megnézik, hány bot van. És ebből a vásárlásból, amikor ez kiderült, ebből ki kellett hátráljon azért, hogy nyilvánosan beperelje a Twitter, és a bíróságon is kötelező legyen megmutatni. Hogy mennyi bot van. Ez 200-ik amúgy. Igen, ezt gondolják Muskról azok, akik azt hiszik, hogy ő a megváltó, de ettől függetlenül ez is a levegőben van. Nem úgy, hogy vicceltem, ezt magáról mondja ő. Legalábbis tegnap óta. Hogy ez volt így a lényege, de az biztos, hogy minden esetre ki miben hisz, vagy ki mit gondol erről az egészről, hogy mik voltak az alapvető indokok, amik miatt belementek ebbe a dologba, ettől függetlenül ez lesz.
Igen, igen. Úgyhogy meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, de ugye ott a bíróságon ott kötelezni fogják arra, hogy egy teljes dolgot ugye átvilágítsák, mivel hogy ugye azt pontosan azt fogja megpróbálni bebizonyítani Musk a bíróságon, hogy emiatt hátrált ki az üzletbe. Hogy azért nem vettem, mert rengeteg a bot. Igen, és hogy ezt nem mondták el. Igen. Ezt titkolták gyakorlatilag, mikor megszületett ez a dolog, úgyhogy nagyon érdekes lesz szerintem ez a téma, és elég, hogy is mondjam, elég komoly példa lesz a világ előtt, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Uh-huh. Ezzel párhuzamosan, meg ugye ez az egyik oldalon a hír a Twitterrel kapcsolatban, a másik oldalon a hír, meg ugye ez a Facebook-Instagramos fiaskó, amiről beszéltünk már, hát egy olyan fél évvel ezelőtt, ugye, amit megírt az összes oldal, hogy eltűnik a Facebook meg az Instagram, hát nem. Csak egy igen komoly akadály lesz, hogy eléggé görgetve, de ezt már megbeszéltük, ugye az írek meghozzák ezt a törvényt, hogy nem lehet majd adatcsere az európai és az amerikai kontinens között, és ugye elméletileg leállhat az Instagram meg a Facebook. Én nem mondom, hogy leállhat, mert szerintem meg fogják oldani ezt a dolgot. Hát valahogy csak megoldják. De az biztosan nagyon érdekes, hogy most egy ilyen óriási nagy shift van. Hát most egy haladékot kaptak legutóbb. Igen. Azt tudom. De az a durva, hogy akkora nagy szarkavarás van az egész világnak szinte minden témájában, hogy ez valami szörnyű. Hát most megy, rendesen, igen. Itt a igen. Social platformokkal. És meg hát ugye a világon szinte hát minden téma megy igen. Most valami gusztustalan módon. Nagyon érdekes, hogy egyszerre minden fog változni, és hogy egyszerre mindenben jön el egy ilyen nagy shift. Majd visszajön az IVIV. Hát meg időbe kéne lépni, Ani. Amúgy, tényleg. Lehetne egy jó kis IVIV. Igen, mert csak azért is. De amúgy szerintem a Facebook ezt már valahogy meg fogja oldani. Hát túl biztos. Nagy kiesésnek az európai piac, ezt egyértelműen, nem engedheti meg. Egyértelműen, tehát biztos, hogy meg fogják oldani a dolgot. Kérdés az, hogy mondjuk, hogy zökkenőmentesen sikerül-e? Ja, az egy jó kérdés. Mert azt tudod, hogy azért a felhasználó bázis az nem igazán szereti, mikor azt mondják, hogy egy ideig mondjuk nincs. Hát igen, igen. Bár jó, hogyha ezzel akarnak foglalkozni, szerintem már régóta tervezgetik, hogy hogyan lesz itt európai ilyen data. Igen, csak nagy volt az ellenállás a részükről, ja, hogy ebben nem akarnak alapvetően beleegyezni. Jó, de egy után csak belátták, hogy na jó, basszus, muszáj valamit csináljunk. Biztos így van, azt nem tudom, hogy nekik a bizniszüknek a legnagyobb része, uh-huh. és az azon belüli tranzakciókat ez mennyire gátolja. Na, ez egy jó. Mert ugye ott itt nagyon komoly arat kereskedelem zajlik. Hát, mert gyakorlatilag ki kell alakítsanak egy európai központot. Így van. Fullra. Így van. És akkor, de, na várj egy kicsit, és akkor, ha jól értem, akkor még cégen belül se tudják átküldni az adatokat maguknak. Nem, és ugye, ha jól értem, akkor elméletileg az amerikai cégek ebben a formában nem tudják majd megvásárolni az európai adatrendszerből azokat az információkat, amiket szeretnének. Ma azért mondom, hogy ez fundamentális amúgy alapja igen. annak, hogy a Facebook működik, hiába csinálnak ide egy külön rész. Igen, ez jogos. Szóval nagyon érdekes a dolog, nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez az a része, amiben egyáltalán nem látok bele, uh-huh. tehát semennyire se, és halvány gőzöm sincs róla. De valószínűleg ez van, ez a törvény ez erre vonatkozik. Igen, hogy ugye ne szolgáltassanak ki igen. oda adatokat. Hogy az európai adatok maradjanak Európában. Igen, pedig amúgy ez elég jó pénz egyébként, elmondanám, amit keresnek, hogy nem maradnak igen. itt. Igen. De most nagyon sok változás történik. Nagyon-nagyon-nagyon sok változás ez durva lesz. Ugye most nagyon sokan látják ugye ezeket a nagy social platform belüli változásokat, ugye az egész világ gyakorlatilag ezzel a, nem tudom, hogy hallottátok legalább a csengését, de ugye az elmúlt néhány nap erről a globális minimáladóról szól. Ja, igen. És a többi, ami igazából ugye, tehát az egész álláspont most az, hogy pont ezeket a nagy tech giant-eket meg nagy multikat próbálják ugye nyírbálni, illetve visszarendezni azt az óriási mennyiségű hiányt, amit miattuk van, ugye, uh-huh. mert ide költözünk, oda költözünk, itt csináljuk, ott csináljuk, tudod, igen. kakálni, ide járok enni, ide, de megoldják a dolgokat. Ugye, hogy próbálják gyakorlatilag megreformálni újra ezeket a dolgokat, és nagyon kíváncsi vagyok, mert túl sok minden változik. És így rendesen nem látok ki belőle. Lesz olyan szereplő, aki azt mondja, hogy nekem ennyi volt közt. Nem, én nem azt mondom, hanem a rangsor. Ja. Borulhat egy kicsit. Lesz, aki egy kicsit kivert kutyában jön ki ebből a dologból, uh-huh. meg lesz, aki szerintem annyira nem tudom megmondani, hogy ki és hogy, de érdekes, hogy ugye
a tech giant-eket ezekkel a ugye, GDPR, vagy nevezd, ahogy akarod, dolgokkal akarják kicsinálni, ugye rájuk nem vonatkozik a pénzügyi rész, a multikat ugye a lóvéval próbálják meg összerázni, stb. Nem tudom, én nagyon érdekesnek tartom ezt az egész dolgot, és megint csak azt látom, hogy rengeteg sokan, hogyha nézel a komment szekciókat ezek alatt, a hírek alatt, nem igazán látnak bele, hogy melyik mennyire komoly. Ja. Uh-huh. Pedig ezek nem lesznek ilyen félvára vehető dolgok. De amúgy durva belegondolj, tehát ez természetesen vonatkozik mondjuk egy Google-re is. És igen. Akkor egy amerikai cég nem tud pontosan targetálva hirdetni Európában? Szerintem nem erről van szó. Már mondjuk azt meg tudják oldani. Én úgy tudom, hogy a Google ezt megoldotta már. Ja, persze, hogy meg tudja oldani, mert hát ez kifejezetten magát az adatokat nem kapja meg senki. Ez jogos. Nem hülye vagyok, ez rossz példa volt. Az amerikai adókedvezménynek, hogy lesznek következményei? Igen, ez is történt egyébként a hétvége folyamán, vagy a hét legvége folyamán, igen. Hogy ugye azt az egyezményt szüntették meg, ami még ugye 79-ben kötetett talán. És ugye a társasági adóra vonatkozik az is. Hogy ugye az az egyik oka volt annak, hogy ugye az amerikai cégek előszeretettel tudtak Magyarországra jönni, mert nagyon kedvező adófeltételekkel jöttek, és hogyha ez megszűnik, akkor ugye mindkét helyen be kell fizessék az adót, és ugye előnytelenné válik számukra ez a dolog. Hát majd meglátjuk. Srácok, a hatalmi problémák, illetve az ilyenfajta hereszorongatások azért nem egyik másodpercről a másikra történnek. Ha jól tudom, akkor ez 2024 év elejéig nem is lép hatályba. Uh-huh. Úgyhogy addig majd lebírkozzák. Ja, létezik ennek egy upgraded verziója amúgy, ami talán 2010-es, ahol már egyébként felvázolták, hogy hogyan kéne együttműködni, uh-huh. hogy ne 79-es módon működjünk együtt, uh-huh. ami egyébként elméletileg előnyös mind a két félnek, de még ez nem került elfogadásra. Úgyhogy majd valószínűleg az lesz, hogy megy majd a birkózás a következő másfél évben, hogy ne fogad már, ne azt mered, ahogy te meg írmálsz már alá, és akkor majd addig kitalálják a dolgokat. Biztos lesz valami. Nagyon, az a baj, hogy tudjátok, a szalag címmel nagyon ijeszgetik az embereket mindig. A szalag cím nem hazudik. Csupán egy kicsit intenzívebb, mint amilyen alapvetően a helyzet. Hát függetlenül érdekes, hogy elmagyarázzák, hogy miről van szó. Ez tök jó, az emberek megértik, hogy nagyjából hogyan mozdulnak a dolgok, és úgy van fogalmuk róla, hogy mit fog eredményezni. Csak az a baj, hogy itt is kommenteket olvasol, és mindenki azt hiszi, hogy ez holnap lesz. Ja, persze. Béke van, halad, nem csak cégnek dolgozom, megszűnik munkahelyem. Mármint most. Azonnal. Nyilvánvalóan ez egy komoly dolog, és nagyon nagy probléma lehet, és a következményei pontosan azok, amiket leírnak az emberek. Csak azt a faktort hagyják ki, hogy itt direkt azért vannak időszakok, ameddig ez még nem következik be, hogy összetudják birkózni. A részleteket, igen. Alapvetően ez a rész, de tény, hogy igen, érdekes. És ez pont amiatt van, hogy Magyarország ugye megvétózta a globális adót. Igen. Ja. Igen. Hát én már másodjára, hogy harmadjára látom a kérdést. Én nagyon szívesen beszélgetnék, nem tudom, hogy ugyanaz az ember kérdezte veled, hogy milyen vulkán tört ki benned. Látom, hogy kérdezitek a véleményünket az euróról. Hát ne haragudj. De most arra nem sok befolyásunk van. Hát egy az, hogy nincs befolyásunk rá, a kettő meg mondjuk, hogy magas. Gyenge a forint, na. Tehát, hogy így... Gyenge a forint nagyon. Igen. Vagy mire vagytok kíváncsiak? Hát már kétszer kérdeztetek a véleményünket róla. Én nem tudom, hogy most erre mit kéne. Hogy sok? Mondjuk. Hát sok. Vagy ilyesmire gondolsz, hogy sok. Szerinted sok? Nem, azt úgy kell csinálni, hogy meg kell kérdezni, hogy mit gondol, és meg ugyanazt. Ja, igen. És akkor jó. Hát most így az elmúlt két hónapban elég sokszor emelkedett. Mondjuk így, igen. Hát gusztustalan. Gusztustalan. Egyébként, köszi Döglött Hintaló, én meglepődtem ma reggel, hogy a Frederikus podcast nem volt trendingbe. Uh-huh. De ugye ez azért van, mert ugye a nézhetetlen trash, amire senki nem kíváncsi, uralja ugye a trending listet. Uh-huh. Én csodálkoztam, hogy nem volt benne, így a top részében, de az egy érdekes dolog, igen. Azt érdemes esetben megnézni, hogyha kíváncsiak vagytok arra, vagy hogyha nem láttátok még. Már csak azért is érdemes megnézni, hogy
mert jó álláspont, vagy érdekes álláspont, illetve egy szakmabeli ember beszél a dolgokról, a lehetőségekről. Én úgy gondolom, hogy elég objektíven, én nem éreztem nagyon politika szakmának ezt a dolgot. Én is megnéztem egyébként, nem, én sem. Úgyhogy nem tudom, ti mit gondoltok róla. Nekem mindig, ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy amúgy miért nem ilyen emberek vannak az országban? Hogy, mármint, hogy miért nem ilyen emberek hoznak döntést ilyen dolgokban, mint a, Jani, az úriember. De tényleg? Anélkül, hogy mélyebbre mennénk. Azért nem, amiatt nem ez a number one trending. Ja, hát gondolom, valószínűleg. Pontosan azért. Ja, igen. Pontosan azért. Az ilyen emberek nem tudnak népszerűségi versenyt nyerni. Sajnos. Na, mindegy is. Tehát, hogy tehát ezt most csak azonnak mondom, akik még nem látták, hogy attól félnek esetleg, hogy ez valamelyik oldal politikai töltetével van felruházva. Én nem gondolom egyébként, és ajánlom azt, én is azt a tucat, egy másfél óra sallanggal. A sallang alatt azt értem, hogy felvezetés, bemutatás, stb. De én azt gondolom, hogy elég jó. Érdemes megnézni azt a podcastet, igen. Meg kellőképpen kritikus így a rossz döntésekkel kapcsolatban, és meg is magyarázza az úriember, úgyhogy ez teljesen jó. Ez az egyik része. A másik része meg az, hogy tehát azt is tisztázza sok esetben, hogy azért nem kell, nem úgy kell ránézni az országunkra, hogy gyakorlatilag csak kapitális balfasság történik itt. Tehát fejlő a figyelmet arra a rengeteg sok tényezőre, amiről nem beszélnek, belső tényezőről beszélek, ami miatt fennáll ez a helyzet, és ami miatt nem jobb a helyzet, mint volt. Érdekes, egy új perspektíva. Nem kell meginni, mint a plusz tablettás vizet, hogy ami ott elhangzik, az everything on 100%, de egy nagyon jó, szerintem egy jó látásmód, meg információ. Szerintem jó volt, igen. Abszolút, igen. Abszolút, én is abszolút elégedett vagyok vele, szerintem király volt nagyon. Jó volt. Meg én rendesen, én azt vártam azt a műsort. Ügyesek nagyon ott, mert ugye feltöltöttek múlt héten egy ilyen, mert ez július 1-én lett felvő amúgy ez a műsor, és már múlt hét közepén feltöltöttek egy ilyen egy percet belőle. Azt hiszem azt a részt, hogy a üzemanyag ástop miért nem fog működni. És már jön a műsor, és így mondom, bazd meg, de mikor? Érdekes volt nagyon. Úgyhogy, zsír. Nagyon zsír cucc volt, nekem is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ha valakit érdekel ez a téma mélyebben, akkor mindenképp ott így belemászhat. Ettől függetlenül vélemény, igen, rettenetesen magas az euró, ez minden szinten érződni fog, és érződik is már. A drágulás mértéket brutál. Nem lesz ez annyira jó így, de én azt mondom, hogy azért még neki ácsatok világ végét, de nyilván meg lesznek a hatásai. Persze. Én azt gondolom, hogy nem fog ez most így megállni. Én ami miatt aggódok. És közben, hogy nem rögtön érezzük ennek a hatását, majd egy szépen lassan. Kicsit később lesz durvább, igen. Engem nem az zavar, engem az üzemanyag árban, meg az euró árfolyamban is csak és kizárólag az zavar komolyan, hogy sose lesz jobb. Tehát, hogy akármi történik, én nem látom be, hogy ez... Rendeződne? Te látsz olyan, tehát az elmúlt évek tapasztalatában te látsz olyan szituációt, aminek során történik valami, és majd 150 forinttal olcsóbb lesz az euró? Hát az euróban nem, de mondjuk az üzemanyagárnak az simán visszamehet. Egyébként honnan? Normalizálódhat. Hát honnan? A 800 valány forintos arról normalizálódhat, hát nyilván valami a normál. Mert én valahol inkább a 480 és a 800 között látom azt, amire visszamehet. Én egyszerűen azt nem látom be, hogy a benzinár is ugyanúgy, mint az euró, hogy valamennyit csökkenni fog. Biztos, hogyha rendeződik ez. De se az üzemanyagár nem lesz olyan, mint volt soha többet, meg se az euró. És engem ez szabad, hogy ezt kell tovább gondolni. És én nem tudom, hogy így lesz, én csak ettől félek. Azt én sem tudom megmondani, hogy mitől erősödne meg a forint. Meg tud erősödni, ekkorát? De ekkorát nem. Hát ilyen mértékben kurvára, nem? Ez a bajom nekem. Viszont az üzemanyagár biztos, hogy kompenzálódhat egy idő után. Tud kompenzálódni. Én csak azt nem látom be, hogy valaha 480 alatt lesz mondjuk az üzemanyag. Ja, inkább egy ilyen 5 és 600 forint között tudom belőni, hogy az majd lehet, annyi lesz. Az lehet. Igen. Ami azért nem jó. De abban már benne lesz az is, hogy rossz a forint. Nyilván. Csak tudod, ez is olyan, hogy amikor először átbukott 300-ra az euró is. Hát sokszor volt azóta alatta. Ja. Tehát, hogy érted? Igen, mondjuk volt olyan időszak, amikor visszament. Egy nagyon rövid ideig, ugye? De meglepő volt, az tény. Nagyon fura egyébként. Most ugye a devizát is, vagy devizát, a kriptópiacot is néztük. Azért basszus, most néztem a hatásait, mármint olyan szinten, hogy hányan jártak nagyon-nagyon rosszul, tudod. Csórik,
Iszonyat. Iszonyat durva. Tehát rendesen sajnálom az embereket. Tehát már most ilyen komolyabb státuszú emberek mondják, hogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban, tehát az összes pénzügyi tanácsadót, aki ugye javasolta a befektetést. Ja, hát az olyan szinten a nyakukra léptek, hogy szörnyű. Nem lennék most az az ember. Amúgy. Gondolj bele, mennyi most a... Nézzük, tavaly novemberhez képest néztük, hogy ez egy nagyon durván esett. Nagyon durvát esett. Ja, hát az tuti. Hát, hogy ők is, tehát hogy ez egy azért kétségbeejtő dolog, mert én nem azt mondom, hogy feltétlenül közel van egymáshoz mindennek, nyilván valamennyi van, hanem hogy milyen durva, hogy most már olyan dolgok, amiben azért fektettek, tudod, hogy ne legyen gebasz, uh-huh. is mekkorát rottyant, hogy így minden változik. Minden rottyan, igen. Olvastátok amúgy, ez nem így ilyen kárörvendés a részemről, én nagyon sajnálom egyébként, ami történt, mert tényleg itt gusztustan pénzekről van szó. Egyébként, de azt nem tudom, olvastad-e, hogy ezt neked mondtam? Hogy? A CO2 kibocsátós dolgot? Most így hirtelen nem rémlik. Hogy a bezuhanás óta igen. már annyival kevesebb CO2 került a levegőbe, mint amennyit egy negyed év alatt spórol nekünk az elektromos autópiac gyakorlatilag. Igen. Igen. Valami elképesztő mennyiség. Annyival kevesebben bányásztak. Igen, meg lehet nézni egyébként, hogy mekkora... Tehát ez csak egy info. Uh-huh. Ez csak egy info. Én ezt tudom, hogy tavaly november környékén talán valahol ilyen 20 em körül volt egy bitcoin. Igen. Most meg 7. Aha. Azt nem tudom. Így most... Majd forintban? Hát nem tudom, mennyi most forintban, fogalmam sincs. Hát várjál, hát most 20 ezer dollár körül van. Igen. És tavaly volt 40 valahány ezer is. Igen, jahú, volt az még, várjál. Nem emlékszem, az a baj, hogy állunk. 2021 novemberben volt 80 ezer, de jó, hát ez egy peak. Akkor tavaly előtt. Igen. Akkor tavaly előtt. Most meg 20 ezer dollár, hát ja. Hát figyelj, itt már hogy is van. Igen, tehát igen, akkor volt a peak. Uh-huh. Igen, hát idén nem tudom, és én... Ja, de az tavaly november. Nem tudom az évszámokat. Igen. Azért mondom, hogy tavaly november óta pörgött. 60 valahány ezerről van szó, srácok, még mielőtt téves info jön. Azt hiszem 65 ezer, vagy 66 ezer volt a top. Az volt a top? Az volt a top. Na, jó van akkor. És most pedig 20... Nem tudom megnyomni. Már is megjövök. Hát, hogy 20-21. 20 ezer? 20, 20, 20 körül van, igen. Úgyhogy ott is ugye, ugyanígy az Ethereumnál is ott meg valami... Ott is brutál amúgy. Brutál. Az nagyon durvá esett. Brutál volt. Forintban néztem a hétvégén, az a baj, meg valamennyit ittam, de... Ott is valami, nem is tudom, 1 millió valamennyiről forintba lement ilyen 4-500 ezerre. Ja, ja, ja. Szignifikáns a dolog. Hát nem tudom, hát hogy aki ilyenkor... pénzt fektetett bele, komoly a mennyiségűt, egy dolgot lehet csinálni, tartani. Igen. Na, nem lehet mit csinálni. Nyilván, de az a baj, srácok, hogy félre ne értsetek. Tehát most azokról beszélek a neten, akik erről beszéltem most a többi, ezek azok, akiknek volt itt, hogy 200 millió dollárjuk, vagy 500 millió dollárjuk, és nem tudták, hogy mi a fektesség a pénz, és a befektetési tanácsadó azt mondta nekik, hogy tegyél bitcoin, mert kurva jó lesz. És akkor mit tudom, én vettek 100 millió dollárért bitcoint, akkor most meg gyakorlatilag nem ér majdnem, hogy semmit, nem semmit ér, hanem ahhoz képest. Hát ahhoz képest. Ér semmit, és akkor azt mondják, hogy micsoda? Úgyhogy ja, nagyon durva. Nagyon durva, és sajnos látjátok, a deviza oldalon is ez van, meg mindenhol, most nem jó. Hát most nagyon nem, nagyon nem. Az a baj, hogy így presszionálva van az ember egy csomó oldalról, ha belegondolsz. Ami azért aggodalommal tölt el engem. Mármint olyan szinten, hogy igazából megint csak ez a globális kedv, tudod? Ez a morális szintje az embereknek szar. Egyszerűen Tésza. Minden szar. Felmész a netre, azt így get! De tényleg, most egy ilyen időszakot élünk. Miért szar minden? Háború, összeomlik a gazdaság, jó, hát most eltúlzom, de ja, tényleg ez van. Vagy legalábbis azt sugallják neked, hogy ez történik, igen. Én megmondom őszintén, én attól tartok a legjobban. Kíváncsi vagyok, hogy fogja kezelni majd a kormány, hogyha eljön az idő, amikor tényleg nem tudják tovább tartani ezeket a kedvezményeket. Melyikre gondolsz? Hát most itt az árstopokra, meg az üzemanyag árstopra is, mindegyiket árstop, hogy azután mi lesz. Mert az... Mert ugye, hogyha megnéztük ezt a podcastet, ott is mondta az úr, nem elég szó a nevére, ez annyira gáz amúgy. Nézzétek meg, ez a gist. Igen, hogy ugye, hogy szerinte nem fogja bevállalni ezt a kormány.
De politikailag nem éri meg nekik azt mondani, hogy most hirtelen tudod, így eddig tudtuk tartani, most már nem. Ja, és akkor mi, hogy... Hát nagyon, de végtelenség, de végtelenség meg nem lehet tartani, igen, szóval... Hát valószínűleg ugye a béka és a forró Surányi víz... György, köszi. A béka és a forró víz esetéről lesz szó, legalábbis az én véleményem uh-huh. szerint. Ismertek ezt a hasonlatot? Most nem tudom, honnan jutott eszembe, de tényleg. Az a lényeg, hogy ugye a békát, hogyha belököd a forró vízbe, kiugrik. Uh-huh. Nevezzük ezt annak, hogy az áslapnak vége. Igen. De hogyha lassan melegíted a béka alatt a vizet, akkor képes megfőni. Uh-huh. Én arra gondolok, hogy valószínűleg, ha mondjuk az ástopp a példa, akkor az lesz, hogy jövő héten azt mondják majd csak, hogy 30 litert lehet. Ja, hogy korlátozott. Aztán a következő héten azt mondják, hogy a magánszemélyekre külön vonatkozik egy szabály. Uh-huh. Aztán a következő héten azt mondják, hogy csak a páros rendszámúak tankolhatnak egyik héten, a páratlan rendszámok a másik héten, ugye ilyen volt, nem is olyan régen. Ez lesz. Tehát, hogy lassú. Mm. Lassan. Lehet amúgy. És akkor nincs meg a pofonérzés. Uh-huh. Hát vagy a másik, amit tudnak tenni, igen, hogy úgymond marad az árstopp, és csak ők emelik mesterségesen az árat. Hogy nem 480 lesz, hanem 560. Ja, olyan is lehet. Olyan is lehet. Mert azért végtelenség tényleg nem lehet bírni. Én nem vagyok szakem, mert fogalmam sincs. Én sem vagyok. Miről van szó? Pierce Brosnan nem mondja ezt a Dante Poklában? Köszi, Ambrus. Na, akkor lehet, onnan volt esély rá. Gyakorlatilag én csak azt mondom, hogy nem vége lesz, hanem uh-huh. így lassan majd így alakul. Az idő után már úgy sem lesz kedvet tankolni. Tehát teljesen mindegy. De ja. Én erre gondolok, hogy tudod, a lassú halál sokkal, hogy is mondjam, úgy elfogadóbbak az emberek. Értem, hogy mit mondasz. Igen, igen. Hát meglátjuk. Kíváncsi vagyok. Igen. Na nem mindegy, majd meglátjuk, igen, hogy fogunk ezzel. Mert még a háború is beleszólt még sok mindenben. Ha, hogy a fenében az... már? Tényleg, tehát amúgy igazad van, tehát ebbe belegondolsz, tényleg borzasztó sok szalad. Az a baj, negatív nagyon. A dolog. Ezért jó, hogy néha Jani jósolt arottat. Na tessék. És igen. Akkor lehet nevetni egy kicsit, valami van. Egy kis jókedv. Meg ja. Tudom én. Az tény, hogy érdekes cikkek láttak napvilágot, hogy például mind a turizmus, uh-huh. mind az üzemanyagvásárlás. Így az all time high. Ezt én is olvastam, az üzemanyagvásárlás, hogy toppon van. De mi az szar? Annak az is az oka, tudod, a pánikvásárlások, hogy külföldről jöttek egy ideig, ugye, uh-huh. amíg még nem volt tilos. Ja, igen, igen, persze. Igen, mert az a baj, érted, hogy itt pofonokról, meg a világ végéről beszélünk az üzemanyagáraknál, amikor a környező országokban mindenhol annyi az üzemanyag, és annyiért tankolnak. Igen. És leszarják. És leszarják. Csak elmondanám. Igen. Itt meg mindenki be van fosva, de ez egy másik álláspont. Ugye lényegtelenettől még beszélni kell erről a dologról. Persze. Hogy ez létezik. Igen. Hát, ja. Biztos, ez biztosan így van. Az ingatlan piacot is amúgy eléggé formálja az a dolog, hogy most ugye, mivel hogy ennyire borult a deviza, uh-huh. eléggé megnőtt az érdeklődés az ingatlanok iránt, ugyanis a külföldiek előszeretettel szoktak ilyenkor felvásárolni mindent, mert hogy kurva sokat ér a pénzük. Hát hogy a fenében, ne persze. Úgy azon sajnos nem segít. Csak mondom. Igen. Igen. Külföldi befektetők most megjelennek majd. Igen. Nem, ők amúgy várják az 500 forintos eurót, és majd akkor jönnek. Meglátjuk, hogy lesz-e olyan. Már nem, amúgy. Tehát csak nem. A 50 centes mém tetszett. Az a legjobb. Láttátok a 200 forintost? Vagy az mindegy. De néztük. Az Danival pont mutattuk pénteken. Ja, igen, mutattuk ilyen mémeket. Na, az... A forintról. Nagyon jó volt. Az 50 cent 200 forint. Igen, az jó volt. Tudom, ezt a halott pénzes mémet is hallottam. Halott pénzes mém? Mit történt? Hát a forint. Jó, igen, az a halott pénz. Halott pénz. Igen. Igen. Á, Istenem. Igen. Nem tudom, lesz még majd... Én azt olvastam, azon rögtem, hogy lesz még majd 50 cent papírpénz is, de azt talán már túlzásnak tartottam, meg azon nem tudtam és röhögni. Na, úgyhogy ezek vannak most. Én azt mondom, hogy fel a fejjel emberek, a legjobb dolog a tájékozódás, srácok, olvassatok minél többet. Amúgy érdemes körültekinteni. Körültekintőnek lenni, hogy igyekezzetek ezt, továbbra is azt mondom, hogy a clickbaiteket kerülni, mert nagyon lehúzza az embert, tehát hogy semmi se annyira nagyon végzetes. Gyakorlatilag itt országokról van szó a világban, és uh-huh. tehát ennél följebb már nincs
dolog, úgyhogy persze. Meg fogják oldani így is, úgy is. Tehát valahogy megoldódik. Uh-huh. Tehát ez nem olyan, hogy tudod, így elviszi a banka házat. Tehát ez nem erről szól. Úgyhogy megoldódnak majd a dolgok. Kérdés, hogy hogy, és hogy mennyire lesz benne az, hogy a magyar nép mennyire hajlandó szexuális szolgáltatásokat nyújtani. Ha értetek, mit akarok mondani? Igen. Reméljük, hogy ennek nem lesz olyan nagyon sok köze hozzá. Mert azért vannak szintek, hogy mennyi fér az ember szájába. De ezt nem érti. Amúgy azt akartam mondani, hogy ebben az időszakban szerintem tényleg érdemes ezeknek utána olvasni. Igen, mert a legtöbb mert akkor úgy jobban átlátjuk. Nem fake news, de nem az. Tehát, hogy sokkal... Ez teljesen más. Nagyon rossz, amikor azt akarja elérni a média, tudod, hogy úgy érezt, hogy holnap geci lesz, akkor az ég azt véget. Tehát ennyire nincs durva. Igen. De tényleg, aki mondjuk így nincs annyira tisztában az ilyen alapfogalmakkal, hogy infláció. Ja igen, azokat be lehet szaratni elég. Mert értitek, lehet, hogy valakinek az infláció azt jelenti, hogy hát drága minden. De nem. Vagy mi az a recesszió? Mi van akkor? Pénzünk. De hát, hogy ezeknek így érdemes utána olvasni, mert ebben vagyunk sajnos benne. Igen. Igen. Na mindegy is. Hétvégi sztori szinten, Jani, ugye oda voltam egy 3 napig megpróbálni elfelejteni ezt a sok mindent, persze nem tudtam. Igen. Igazából túl sok mindenről nem tudok beszámolni nektek. Egy kis leeresztős hétvége volt a barátaimmal, mert néha szükség van erre. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy ugye 2 napülés a tűzhely körül. Teljesen ennyi jó. Az egész? Kurva sok kaja. Így van. Ennyi. És szomjas se volt senki. Igen. Gyakorlatilag ennyi. Annyira tudok beszámolni, hogy öregszünk nagyon. Tehát meglepően sok időt töltöttünk alvással. Uh-huh. Meglepően sokat. Egyébként. De amúgy jó volt. Talán azt kiemelném, hogy ugye, felmutunk az emblémbe, maradjunk ennyibe. Mert ugye minél távolabbi kieső helyet kellett keresni. Ugye, hát egy ilyen olyan helyen voltunk, ahol gyakorlatilag ez egy elég olcsó hely volt, maradjunk ennyiben, hogy hát 3 nagy vendégház van uh-huh. egy körbe, így egy ilyen zsákfalú részen, meg van egy medence, ami hát gyakorlatilag úgy volt kezelve, tudod, mintha Festetics kastély lenne, vagy valami ilyesmi, pedig hát, na mindegy. Na most úgy kezdettem, hogy oda mész, és akkor így van egy víz, ami amúgy talán egyszer voltam, na mindegy, és ki van egy 70 tábla. Tehát azzal kezdődött az egész. Arra mentünk, és ki volt ilyen 70 tábla. Csak mi a pohárba, legyél a medence mellett, dohányozni tilos a medence mellett. Visszacsatolnék, tehát üvegpoharat nem szabad vinni a medence mellé, de ez külön tábla. Érted? Idegen nem belét tilos, be van kamerázva, kurva anyád. Tehát így végig volt. Ez jó, és akkor ez az első dolog, hogy elmondták, hogy mit nem lehet csinálni. Uh-huh. És hogy minden úgy marad, úgy kell maradjon, ahogy volt. Meg ilyenek. Nézzük a csávóra, hogy nem régóta, hogy ilyen vendég lehet, most mi? Na mindegy, ez van, de kiosztottak minket a gecibe, hogy akkor mit, hogy kell csinálni, meg szépen viselkedjünk meg ilyenek, mi meg ugye próbáltunk kultúráltak maradni, ahogy kell. Érkezett egy másik társaság egyébként erre a helyre, és hát ugye mindenki nem volt olyan nehéz betartani ezeket a szabályokat, el voltunk, iszogattunk, főztünk, jó volt. Az első éjszaka, amikor ilyen hajnal 3 környékén, felébredsz arra, hogy a Rammstein kúrja a füled, de nem az a zene, csak olyan volt, mintha az lenne, az ablak alatt. Tehát képzeljétek el azt, hogy a mi apartmanházunk, ahogy volt, ott volt a medencéjé. Uh-huh. Az ablak alatt ennyivel volt egy asztal és sok szék. Na, megjöttek a szlovákok. Ugye? Akik a Tula ismerősei, úgyhogy ne izguljunk. Mert ugye előre kérdeztem, mondom, hát bazd meg, erről nem volt szó. Ne, ők nem zavarnak senkit. Most képzeld el azt, amikor kirobbansz a szobából hajnalban, mint papó, hogy a kibaszott kurva élet van itt, bazd meg mi van a merencével? Na figyelj! Igyekszem nagyon nem túlozni, jó? Tehát képzeld el azt, amikor meglátsz egy ilyen 40 és 50 év között, nem, talán nem, 35 és 45 év közötti szlovák úriembereket és hölgyeket látsz, akik nagyon be vannak baszva, minden lyukukon cigiznek a merencébe, és mindenki pucér. Érted? Tehát ott volt, bazd meg, így, ott áll, érted? A gigantikus kolbásszal, érted? Majd szólsz, hogy le lehetne alakítani a zenét. Majd, rendkívül kedvesen megjegyezném. Mondták, hogy jaj, persze, semmi gond, ne haragjatok. Megy be. Azt a kurva.
Mondom, és az öreg csávó az most nyomkodja a kézkrémet ott hátul a kamerával, vagy mi a faszom? Na mindegy, mentségükre legyen szóba. Másnap délelőtt, ki már gyerekekkel voltak, ezt nem tudom, hogy nem mindegy, nem ez a lényeg. Másnap délelőtt kijöttek úszkálni a vízbe egyébként a gyerekekkel. Akkor sem volt túlságosan divat náluk a fürdőruha. Úgyhogy nem tudom, hogy kikkel akadtunk össze. Lehet, hogy nudisták voltak. Igen, de úgy nagyon tetszett egyébként, hogy viszonylag hamar szoktam felkelni egyébként. És így nagyon tetszett, ahogy így a barátom egyesével jöttek ki. És így elkezdett menni a medence mellett. Gondolom. Na mindegy, szóval nem volt rossz a dolog, de most mit lehet ezzel kezdeni? Ez jó amúgy. Ez van. De ettől függetlenül jó volt. Egyébként nagyon kedvesek voltak. Uh-huh. Mármint komolyan. Na, jó, hát az a lényeg. A szlovák vendégek, tehát szó sincs róla. Én egyedül így a... Valahogy volt bennem egy érzés, tudod, így a vendéglátással kapcsolatban, vagy a vendéglátónkkal kapcsolatban, hogy így nem tudom, hogy szóltam volna így a merencés kihasztás után, hogy... És aludni? Az sem muszáj mi. Ja, ez hallott van előre. Nem olvastam el az apró betűs részt. Lehet, hogy volt egy ilyen tábla. Meg lehet. Lehet, hogy volt egy ilyen tábla. De amúgy jó volt. De amúgy nem lehet, hogy ez egy nudista hely volt. Nem. Nem? Nem. Azt megnéztétek. Nem. Nem, mert arra figyeltek, hogy tehát a merencében voltak mesztelenek. Ja, hogy csak ott. Amikor kijöttek, akkor felvettek valamit. Értem. Nagyon, nagyon jó. Igen. Szóval hogy nem is arról van szó, hogy ezzel gáz lenne vagy sem, de vannak az életben időszakok. Én most talán a 2022-t fogom azt mondani, a legtöbb felnőtt péniszt most láttam így. Egy jó ideje már. Hát, ez az évet tök különleges. Én nem megjegyezném az iPhone AI-nak, hogyha majd fel akarod dobni valamiért, akkor legyen ez. Nagyon jó amúgy. Legtöbb felnőtt pénisz. Igen. A zárás az meg annyi volt, hogy vasárnap mondták, hogy délig lehetünk ott. Igen. Majd fél tízkor, tehát 9:30-kor megjelent egy ilyen gimnazista csoport. 3 autóval. Ó. Uh-huh. Én 4,5 másodperc alatt cuccoltam össze, és a kis buszba töltöttem a délelőttet. Jesus. De pörgött a TikTok. Zsír volt. Ja, meg elbújtam mosogatni. Elbújtam mosogatni. Igen. Nagyon ugye izgalmas voltam, hogy nem volt az, mert tudod, jól éreztük magunkat, csak annyira gyorsan eltelik. Gondolom. Az idő, hogy szörnyű. Gondolom. De akkor alapvetően jó volt. Jókat kajáltatok. Igen. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Úgyhogy nagyjából így ez volt, de kinevettük magunkat a haverokkal, hogy ugye hát reggel, tehát az első este utáni reggel, ugye gyakorlatilag 6:30. Igen. A merence mellett ülve. Megbeszéltük, tehát mindenki ugye megbeszéltük, Geci, hallottam, mi volt este, meg ilyenek, és pont az egy barátom mondta, hogy amúgy, tehát Geci, tehát vágjátok, hogy eljöttünk inni. Tehát, és reggel 6:30 azon panaszkodunk be az meg, hogy éjszaka nem tudtunk aludni, mert ittök az emberek. Hát igen, telik az idő. Telik az idő, öregszünk. Telik az idő, basszus. És szar volt ezt így belátni. Hát elhiszem amúgy. Hát ez van. Most nem tudok mit mondani. De amúgy tényleg reggel 6:30 fenn voltatok már? Aha. Úgy durva. Most nem akarok tudod kiemelni embereket, mindenki. Magától. Ja. Easy be. De mentségemre legyen szóval, vagy 8:30-re azt tudtam, melyik bolygón vagyok. Nagyon jó. Pedig még úgy, nem pedig volt. Még a nap nem volt olyan magasan. Istenem, kurva jó. Hát na. De ilyen kell. Nem volt zsörtölődés. Nem volt semmilyen zsörtölődés. 8:30-kor. Tehát ez úgy képzeld, hogy reggel 8:30-re ez így megvolt. Tehát ilyen 9:20 környékére szerintem 4 tarját ettem. Azt a kurva. Hát most fel kell az ember, mit csináljon, bazd meg, elkezdődik a nap. Akkor így tolni kell. Csak úgy kenyéren. Kemény cucc, bassza meg. Jó volt az. Jó volt az. Úgyhogy én nagyon élveztem. És örülök neki, hogy még mindig tudunk ilyeneket csinálni. De úgy tök jó, tényleg. Ügyelek arra, hogy legközelebb ne legyenek ott mások. Nem azért, mert annyira nagyon zavartak, mert amúgy nem. Én amúgy azt hittem, nem lesznek. Én is. Mert úgy mesélted, hogy visszamondtunk egy olyan szállást, ami gyakorlatilag értem. Olyan szintű volt, hogy a képektől leszoptam magam. Azért, mert azt mondták, hogy lehetnek ott mások is. Ja. Itt 2 nappal előtte mondták, hogy amúgy lesznek itt mások. Bassza meg. Na mindegy. Na mindegy, hát ez így elég kellemetlen. Igen. Na mindegy is. Ez kemény, van. Kemény. De jó volt. Hát ez a lényeg.
Jó lehetett így részegen a izé pucérembereket nézeget. Ó, nem néztem én már akkor semmi olyat. Akkor már nem volt? Nem volt gond. De nők is voltak? Nyugtass meg. Igen, de ők nem pucérgattak. Ők nem? Azt hittem, hogy ők is pucérok voltak. Nem. Ó. Oh. Csak kolbász volt. Csak kolbász volt? Na, ez egy furcsa szokás. Más dolog, tegnap sikerült bepótolnom, ugye a péniszek miatt nem volt időm rá. Igen. A Boys-t megnéztem az utolsó na. részt, nem tudom, hogy ti beszélgettünk erről már, befejezett a Boys sorozat, úgyhogy véget ért. Király volt szerintem. Jó volt. Nagyon jó volt. Ez is. Én meglepődtem, hogy tehát azt hittem, hogy itt sokkal szörnyű dolgok fognak történni. Mm-hmm. Kicsit szép volt, de amúgy király volt. Jó, nekem is amúgy király volt. Én baromire elvesztem ezt az év alatt is, kurvára várom a következőt. Izg is lesz, az tuti. Úgyhogy elképesztően jó volt. Egyébként nekem mondom, minden aspektusa adta. Én nagyon örülök a Boys, talán azt mondom, hogy még nagyobb népszerűségének, mert talán azt gondolom, hogy minden évaddal nőtt a népszerűsége? A népszerűsége. Hát valószínű, igen. A Boysnak most a harmadik évad volt eddig így a legnagyobb hype. Azt tuti. Vagy úgy mondom, szerintem a negyedik is elég érdekes lesz. Erős lesz, azt tuti. És a többi, úgyhogy én borzasztóan örülök neki, meg mondom, szerintem jó is. Teljesen jó, és örülök amúgy, hogy ilyen, ebben a nagy Marvel-es időszakban ilyen sorozat is van. Igen, és azt szeretném kiemelni, hogy, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy kiemelkedő színészi teljesítmények vannak ebben a sorozatban. Uh-huh. Különösen itt Homelanderre gondolok. Há, nagyon jó. Egészen elképesztő. Nagyon jó. Nem is azt mondom, hogy annyira nagyon jó a színész, mert jó, nyilván nem rossz, de hogy, hát jó. Tehát, hogy csak úgy annyira eltalálták, hogy nagyon meg kell válogatni a erre a karakterre. Uh-huh. Tehát, hogy így nagyon jó a mix. Igen, igen. Egyértelmű. Tehát az, hogy megtalálták ezt az arcot, aki amúgy nem is akart jelentkezni erre a szerepre, de most nem ez a lényeg, tehát így jól sikerült választani a színészt. Nagyon. Nagyon menő. Igen. Úgyhogy igen, a Banshee-ben volt ilyen. Én azt nem néztem, de tudom, hogy ott nagyon pörgöttő. Nekem a Banshee az olyan, mint a drót. Tudod, amit sosem néztem meg. Uh-huh. De állandóan hallottam róla, hogy nézem, mert a Banshee nagyon durva. Sosem néztem a Banshee-t. Igen. Úgyhogy igen, ez is lepörgött így a hétvégén. Forma 1 is volt, láttam, hogy kérdeztetek. Igen, volt Forma 1 is, azt is el tudtam kapni, mert pont itthon voltam akkor. Az is zsír volt. Jó volt amúgy? Igen. Én nagyon, na mindegy, hú. Várjál, ezt megtanultam már, hogy ki kell hagyjam magam belőle. Szerintem nagyon izgalmas verseny volt egyébként. A mostani is. Engem teljesen felpörgetett, főleg az utolsó kis szegmense, az különösen izgalmas volt, uh-huh. Jó volt ez a futam is. Igen, láttam, hogy Metallica is elkezdett pörögni a Stranger Things, de mindenki megöli most ezt a vonatot egyébként. Igen, volt egy TikTok vagy Instagram videójuk, amiben Hellfire Club-os pólóban nyomták, de nem is az volt a kemény, most a 8. koncerten, ami pénteken volt. Igen. Ott a Basszeren az a póló volt egész koncert alatt, szóval ők is így rajta vannak ezen a dolgon. Hát jól teszik. Engem. Most minden legyenek rajta. Egyébként megnéztem a prágai koncertet. Hát így. Már is, hogy azt a számot, a Meg lehetett nézni belőle, igen. Jaj, tök jó volt. Érdekes a felvétel amúgy. Nekem tetszett. De egész jó, lehetett látni a részteket, igen. Annyit mindenképp elmondanék, amit Twitterre akartam kérni, csak meggondoltam magam, mert mostanában már csak nagyon meggondolt dolgokat írok ki Twitterre. De tény, hogy ugye pont úgy, ahogy a tarotkártyát fogjuk hallgatni most sok hónapon keresztül, nyilván ez természetes, úgy most nagyon megmarad a Stranger Things utáni hype, ugye látod a Csapba uh-huh. is többek között azok a zenék szólnak, amik a Stranger Things-ben vannak, tehát gyakorlatilag a Master of Puppets azóta tényleg mindenhol, minden nap, minden percében találkozok a Master of Puppets-szal. De alapvetően én ennek örülök. Hát én is. A fiatalság egy nagy része rájött, hogy van Metallica. Engem pusztán az hökkennek, csak hogy legyen benne egy kis boomerség is, hogy eddig hogy nem, na mindegy, nem ez a lényeg. Figyelj, én szerintem örülni kell. De én örülök neki. Mert megismernek legalább jó zenéket is a fiatalok. Igen, így van, meg az, hogy megismerkedjek sokan egy olyan stílussal, amit esetleg eddig nem hallgattak. Én ezt szerintem. Igen. Tehát szerintem ez egy jó dolog. És örülök neki tényleg, hogy újra reneszánszát éri ez a dolog. Igen. Úgyhogy, igen. Úgyhogy ez van. Én minden ilyen
ilyen esetben amúgy örülök. Én is. De amúgy azt akartam mondani, hogy az előző évadoknak a zenéi is mindig trendek lettek. Így van. Tehát, hogy ez így valahogy hozza magával. Igen, ez, csak ez a sorozat. És teljesen igazad van, de a Stranger Things-ben se nagyon, meg amúgy is a metal az egy, az azért, tehát egy kicsit így, nagyon ritkán lesz pop. Uh-huh. A metal. Tudod? Tehát úgy populár, hogy úgy hallgatják népszerű az emberek, hogy a Stranger Things miatt olyanok is hallgatják, akik nem hallgatnak ilyen zenét. Pontosan. És igen, ez... Igen. A két buszszám is, igen. De hát mondjuk arról sokkal jobban el tudtam képzelni, tudod, hogy mindenki hogy szeretni fogja. Lesz. Igen. Az egyértelmű. Engem. De az durva volt látni, tényleg megint a toplisták élére került. Igen. A két buszszám. Meg a Metallica is felkerült az a UK toplistre. 30... Az egyik helyen van a Master of Puppets, igen. De durva. Tehát, ami azért durva, hogy mert ez egy olyan zsáner, ami nem egy ilyen, tehát az egy szubzsáner, hogy úgy mondjam, a metal, és tök jó. Ja. És tök jó. Amúgy a Metallicával tényleg mostanában sok helyen találkozhatunk. Igen. Mert ilyen game trailerekben is volt. Ja, meg a Hagnit is nagyon nyomják. Tehát iszonyat fókusz van a koncertjeiken, ez, hogy feltartanak mindent YouTube-ra, hogy nagyon-nagyon jól meg van csinálva most. De basszus, tényleg nézve ezt a prágai koncertet, annyira jól néznek ki tényleg. Topposak! Topon és mennyi kamu írva, mi? Ja, és úgy mondták, hogy már feladják, már nem fognak játszani. Mikor elkezdtek írni a James Hetfield breakdownról, hogy kiakadt az egyik koncerten, azt tudod a legtöbben ilyen... volt olyan amúgy. Hát volt, csak ugye azt nem részletezték, hogy mégis mi akadt ki, meg azt nem részletezték, hogy egy 8 éves képet vágtak be róla, meg stb. Igen. Jól néznek ki. Hát hogy nyomják, ameddig csak lehet. Tök igen. Jó. Meg ők is szerintem nagyon élik ezt most, hogy így felkapott lett a zenéjük. Igen, meg az, hogy gyakorlatilag a Metallica egy olyan zenekar, aminek szerintem több csúcspontja van a Metallicának, nem olyan nagyon sok, de több csúcspont is van, és amikor a Metallica legnagyobb volt, sokan nem is éltek még azok közül, akik most rajongói a sorozatnak, és ez tök menő. Igen. Ez tök menő. Teljesen jó. Így kell ezt. Igen. A szintvéve, hát a szintvévet is hozta magával amúgy a Stranger Things, az egyértelmű. Igen. Szerintem. Ott elindult egy ilyen nagy vonal. Hát elve ez maga a Stranger Things, tehát a tematikája is olyan, nem tudom, ott már lehetett érezni, hogy ez a 80-as évek valahogy visszajön, mikor elindult. Ja, persze. Csak ez egy nagy ilyen, hogy is mondjam, mérföldkő volt. Igen, de jó is ez, meg jó, hogy elkapja az embereket, meg jó, hogy nyilván ez nem örökre megy, de egy ideig legalább tudod megint trending. Igen. Vagy hogy mondjam, népszerű, izgalmas, szerintem ez királyság. Meg most, hogy úgy mondjam, senki sem jár rosszul azzal, hogyha elkezd hallgatni egy kis Metallicát. Hát nem, nagyon nem. Az új Westworld-be nem néztem még bele, az új évadba. Én sem. Azt nem. A Thor-filmet azt nem láttuk. Én mondtam, hogy én nagyon max megnézem majd a Disney Plus-on. Uh-huh. De az baj, hogy nekem annyira kiesik így az érdeklődési körömből, hogy kegyetlen. Úgyhogy amúgy tudjátok, hogy állok a képregény filmekhez, de nem. Olvastam róla ilyet is, olyat is. Remélem, én nem is olvastam róla semmit. Remélem, aki megnézte, az jól szórakozott. De mondom, nem tudok véleményt mondani, mert mondom, még az is lehet, hogy egyáltalán nézem meg. Megkiderül. Meglátjuk. Nem volt jó. Hát attól függ. Ja, rég rögtem ennyit Marvel filmen. Na, ez amúgy az előző rész is sokakból ezt hozta elő. Hát azért mondom, hogy remélem, hogy jól szórakoztak az emberek. Igen. Nekem ez a humor annyira nem jött be. Mármint a Ragnarokbe se. Nekem se. De most érted, az az igazság, hogy most, de mondom, de muszáj ezt a hozzáállást fenntartani, Jani, hogy most érted, akinek az bejön. Egyszerűen muszáj így hozzáállni. Nekem igazából ebbe az új fészbe semmi se jött be. Amúgy nem sok. A sorozatok bejöttek, de az más. Hát amúgy, ja. Nekem azok tetszettek. Azt mondtam is, elmondtam nektek, hogy azok jók voltak, meg minden, de úgy annyira nem. Úgyhogy én remélem, hogy akinek tetszik ez a stílus, annak úgy bejött. Ja. Én mondtam is, pont nem is tudom, Danival beszéltem még múlt héten, hogy amit én meg fog nézni idén, elvileg idén, uh-huh. és Marvel cucc biztosan, az a Galaxis őrzői, de abból én az előző két részt nagyon-nagyon szerettem. Hát jók voltak nagyon. Értitek, nekem meg az a humor jön be. Hát az jobb aztán, is. Sokkal jobb. Tudom, hogy a Thorban is benne van, de mondom, az érdekel, de így annyi. Most jelenleg annyira nagyon nem kapott el más.
ezzel kapcsolatban. Ja, ja, ja. A Top Gun semmi sem übereli idén. Azóta is sajnálom, hogy nem néztem meg. Avatar 2? Hát én nem tudom, srácok, szerintem az nem Marvel. Hát hogy jött ide? Vagyis még nem az, ugye? Én nem tudok róla, hogy Marvel lenne az Avatar. Mondjuk ez valami vizes rész, lehet DC, csak keverik. De igen, de hogyha arra gondolt, hogy megnézzük a moziba, egész biztos. Igen, szerintem a Black Adam sem Marvel, srácok. Na, az viszont, az is most jelent meg, nem? Egy héten jelent meg most a Thorral? Vagy rosszul tudom? Vagy még nem jelent meg a Black Adam? Totál egészében vagyok? Vakon vagyok? Lehet amúgy. Az oké, hogy DC. Na, akkor nem tudom. Én nem tudom. Én nem hallottam. Ja, vagy október? Van. Akkor nem most jelent meg. Nem mindegy. Mindegy amúgy. Úgyhogy, ja. Én arról beszéltem, hogy az MCO-ból, hogy mit néznék meg. Igen. De így ennyi. Meg a izét se láttam, ezt a Miss Marvelt. Azt én se láttam. Ez az első sorozat szerintem, amiből nem láttam, hogy másodpercet sem. Én se. Olvastam a rosszat, meg jót is amúgy. Én arról nem is nagyon olvastam, őszintén. De én direkt utána olvastam. Egyáltalán nem. Mondom, hogy legutoljára izét néztem a Moon Knight. Nekem az bejött. Igen, azt tudom, hogy neked bejött, igen. Nekem az például bejött, hogy egy ilyen új megközelítés volt. Nem tudom, meg nagyon tetszett, amit csinált a színész. Uh-huh. De ilyennyi. Majd látjuk. Új közönséget is keres. Ugye a Disney megállás nélkül. Nem tudom, engem egy kicsit elveszítettek amúgy, megmondom. Ez az új fézben. Hát de látod, hogy annyi mindent van, mit nézni, hogy ki nem szart. Ja, van, persze. Ez igazából engem nagyon nem izgat most már. Tehát régebben nagyon rá voltam feszülve, és úgy akartam látni mindent. Most simán elengedem, azok annyi minden van, mint az állat. Ez tök durva. Engem, ezt szerintem már mondtam, engem totál nem érdekelt az egész Marvel cucc, nagyon sok ideig. Az Avengers hozta meg a kedvemet hozzá. Hát szerintem ez így az átlag. De tényleg, mert engem rohadtul nem érdekeltek ezek a filmek. Egyedül a Hulk, az nagyon tetszett mindig is. Amint, hogy a 2000, nem tudom, hogy az a... Na, gyorsan akartam mondani. Az Edward Nortonos? Igen, az Edward Nortonos Hulk. Az valahogy tetszett régen is. A jó Hulk? Igen, igen. Meg a Spider-Man filmeket is szeretem, de egyébként a Marvelt úgy nem néztem. Az Avengers visszahozott, és most megint elvesztettek engem, szóval... Én úgy gondolom, hogy ez nem meglepő, amit te mondasz. Az Endgame-mel ugye véget ért egy ilyen óriási árk. Igen. Egy ilyen giga-mega-mega árk, és azóta azért útkeresés van ott is. Hát szerintem ez nem véletlen. Valószínű. A legtöbben ott pörögtek le, de igen, egyébként ezt akartam mondani, Jani, hogy augusztusban jön a She-Hulk, úgyhogy... Hú, de jó. Végre megint lesz, mit néz. Hú, de jó. Igen, igen. Igen. Na majd abba belenézni. Nem a szemét Marvel nem csinál több Hulk filmet, nem csinálhatnak Hulk filmet. A Marvel Disney nem csinálhat Hulk filmet. Sajnos. Úgy van a megegyezés, hogy a Hulk a univerzálé, és a film része lehet a Hulk, de külön filmje csak univerzál lehet. Így van. Így van. Az Edward Nortonos az is. Így van a megegyezés. Kicsit olyan, mint a pókemberes Sony-s cucc, csak ez egy fokkal érdekesebb. Úgyhogy az azért van. Nem a Marvel, nem arra az, hogy nem akarnak, vagy ilyesmi, hanem különálló filmje nem lehet. Úgy van a megegyezés. Uh-huh. Vagy majd az Asylum-től kérnek kölcsön valami filmet. Lehet. Majd meglátjuk. Hogy micsoda? Minek? Minek a főgondosza lesz Galactus? Nem tudom, pörög a spam. Megint eljutottunk eddig a pontig. Adjad már, a Fantastic Four lenyomta már Galactust. A Silver Surferben. Hát ő volt a főgondosz abban a filmben. Ennyi. Mire van szó? Megint? Vagy ez egy... Jó, hogy megnyitottak a multiverse-t, hogy most már mindegy? Itt már nem számít semmi. Na jó, mindegy. Lépjünk ezen túl, srácok, mert ennek sose lesz vége egyébként. Nem, mert így nem. Ez az nem az MCU része? Mondom én. Srácok, a heti menetrend úgy alakul, hogy South Park és Lost Judgment koptatás lesz a héten, illetve lesz majd még egy új megjelenés a hétvége felé a Loop Mancer, amire nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy így mixeljük a hetet, megérkezünk egyéb dolgokkal is. Egyébként úgyhogy szerintem jó lesz ez a hét is nagyon.
Az biztos. Igyekszünk építkezni, reggelente fogunk találkozni, meg délutánonta. Délutánonta, igen, igen. A Madison-t folytatni fogom holnap este, uh-huh. Az mindenképpen, ezt be fogom írni a menetrendbe. Lesz a héten tech videó, izgalmas tech videó. Tudod, melyik Pisti? Igen. Én lehet, hogy ma, de inkább a holnapot mondom. Most inkább menjünk biztosra. De lesz egy tech videó is, meg még jön a nagy csatornára is új videó, úgyhogy lesz minden. Igen, és ne feledjétek, július 11-e van, hamarosan kezdődik a suli. Hamarosan kezdődik a suli? Már jön. Már itt van egyébként. Én jelentkeztem tankönyvosztásra. Na, úgyhogy ezek a mindenek, legyetek így jók. Van. Én egykor jövök a South Park magyar verziójával. Szép hetet. Szép hetet. Szevasztok. Na, szevasztok.